Rajta? Egy példa. Hogy egy kis fény legyen a kis arcot, és kárt a szívem. Megírtam ezt a könyvet az irodalmi jelen fiattal, és azért írtam meg, mert apának nagyon nem volt jól, és meg akartam neki írni azt, amit meg kell írni. De amikor aradom, felszálltam a vonatra, 3-kor, itten idő szerint 2-kor, ő akkor pont akkor meghalt, úgyhogy nem jutott el a könyv hozzá. Ebből olvasok részleteket, kávé háttér zajjal. Amikor a bemutató volt a könyvemutató, akkor még nem tudtuk, hogy ne. Emlékszem rá, hogy mit mondtál. Nem lehetett tudni apám, hogyan szeretkezett. El szoktam nézni, hogy eszik a küszöbről. Jó hely volt az. Majdnem a legtisztább szeretett jele, hogy engedték, hogy ott játszak, hiszen útban voltam menőnek, érkezőnek. Megsüllyedt faküszöb, faszilánkokkal. Ahogy nyakát előre nyújtotta, a tányér fölé hajolt. Festékes hajjal, festékes vállakkal. Próbáltam kitalálni ebből, hogyan szeretkezik. Előző éjjel részeg volt, anyu is felehívott, ilyesmi sosem fordult elő. Az, hogy előfordult, talán nem is igaz, csak én akarok így emlékezni, hogy időt, teret, történetet adjak anyu éjszakai mondatának, abba hagyod, most nem fáj. Kapsz egy kis faszt, már is milyen nagy lesz a szád. A márison gondolkodtam el még akkor éjjel, nem bírtam, nem akartam aludni. Akartam ezt a szenvedést hallani, minden nyekkenést, szuszogást. Oszt. Ezt kellett volna mondani részeg apámnak a máris helyett. A húst finoman ette, már a másodiknál tartott. Evőeszközöket használt, csak az evésre figyelt. Erőseket harapott, hosszan rágott, rágóizmai táncoltak. Rám nézett. Semmit nem mondott a szeme, valóban engem nézett. Illőképpen álltam a tekintetét, komolyabban, némábban, mint nyárvasárnapi déli napsütés. Éhes vagy? Bólintottam, akkor jöttem rá, hogy tényleg nagyon éhes vagyok. Megvártuk aput az ebéddel, 7 óra is elmúlt már, mire megérkezett. Anyu citta bent a tanáriban az igazgatónő. A zárt, kipárnázott ajtó mögül is kihallatszottak megalázó mondatai. Anyut előző nap nagyon megverte apa. A sarokba szorította, először a fejére öntötte a nagy nehezen összekordult pörköltet, melyből nem ehettünk, míg apánk haza nem ért. A barnás lé lassan csorgott le anyu arcán, nyakán, a melleire. Sírt, tehetetlenül a földet bámulta. Egy szót sem szólt, mintha vallatták volna. Maga nem is anya, lyukas ennek a gyereknek a csizmája. Olyan lyuk van rajta, hogy ingen sem hagynánk ekkorát. Dolgozik a férje, nem? Dolgozik. Az előszobában ültem, néha a titkárnőre tekintettem, haragosan nézett rám, pedig azt hittem, együtt érez velem, felnőtt. Anyu zsarolta aput, mióta én emlékszem, a szexel. Szép, sovány asszony volt, valószínűtlenül fehér volt a bőre, pedig az arca szokásosan kreol. Soha nem betegedett meg. Egyszer. Egyszer igen, amibe belehalt. Nem is a betegségbe talán, hanem az elhúzódó szégyenbe, hogy elesett, aki nem képes koldulni a gyerekeinek. Pénzünk soha nem volt, nem is becsültük semmire. Matek versenyeket nyer, olyan képességei vannak, hogy még nem találkoztam ilyennel, elvitettem a gyámhatósággal, kötelességem, ha nem figyelnek oda rá rendesen, és nem azért, mert cigányok, ez hanyagság. De hogy volt hanyagság? Hiszen nem ettünk, nem volt vécénk, nem volt fürdőszobánk, mit tudta ez a kényes, rikácsoló igazgatónő, mit jelent nélkülözni? Apám hétfőtől vasárnapig dolgozott. Alig ívott, pedig alkoholista volt. Anyu járta az ismerősöket, hogy kenyeret, kávét, cigit, zöldséget, húst kérjen. Még Árpi szerelmeit is felkereste, hogy annak szüleinek panaszolja a szegénységüket. Gyűlöltem az igazgatónőt, ha anyut bántja, engem bánt. És itt ültet, hogy halljam ezt az egész igazságtalanságot,
piros nyakkendő. Reszkedtem a haragtól, úgy győrögettem a kezemben az undorító szövetet. Öntudatosan, lázadva kötöztem ki a csomót, hadd lássa a titkárnő, hogy engedetlen vagyok, cigány vagyok, okosabb vagyok, mint ő, elhízott paraszt. Anyu falfehér arca jött ki az igazgatói szobából, szó nélkül megfogta a kezem, s némán mentünk egész hazáig. Kétszer-háromszor néztem fel az arcára, kifejezéstelen volt. Másnap, amikor hazajöttem az iskolából, le kellett ülnöm a földre, annyira csalódott, rémült lettem, minden hitem elhagyott. Ezek nem az én szüleim, gondoltam magamban. Anyu ugyanis egy farmert és egy új csizmát vett elő a szekrényből. Miből vetted? Kérdeztem elcsukló hangon. Akkor sem ettünk már napok óta. Sírni kezdtem. Tényleg hanyag lenne, anyu? Csak azért törődik most velem, mert az igazgatónő veszekedett vele? Nem tudom, mi történt akkor. Anyu is sírni kezdett. Ha ajándékot kapsz, vagy gyorsan adnak, kölcsön, fogadd el. De az nem igaz ember, aki csak úgy ad neked valamit, vigyázz vele, ha lehetne és találkozz vele, akar valamit tőled, előbb-utóbb bántani fog. Ha kölcsönt kapunk valakitől, annak a szolgái leszünk. Kényeskedni kell vele. Anyu tanította. Órákig hallgatta, beszéltette a gazdagokat, mindenki gazdag volt. Néhány gazdagnak felesleges tárgyai is voltak, voltak buta gazdagok, nekik pénzből is volt felesleges. Együtt nevettünk a testvéreimmel, hogy voltak néni, akik sírra gyűjtöttek annyi pénzt, hogy fél évig is el lehetett volna belőle élni. Pornóújságot találtam, a szemétlen újságoltam. A szemetese jártunk, keresgéltünk rádiót, cipőt. Féltem mindig, a távolban hatalmas gépek torták odébb a szeméthegyeket, és ha nem figyeltünk, bele-beleléphettünk egy mocsárba, ami elkezdett magába szippantani. Árpi, Árpi, húz ki! Árpi a bátyám szaladt a szemétdom túloldaláról, és nyújtotta a kezét ügyesen, megingathatatlanul. Akkor már derékig süllyedtem az undorító, lúcskos szemétben. Vendég érkezett hozzánk, ajándékot hozott. Anyu budapesti rokonai közül valaki. Hatalmas Mercedes-szel érkezett, a kapunk előtti autófelhajtó nem is volt elég széles neki, a szomszéd királynénéknek narancssárga Skodájuk volt. Anyu nagyon örült, a férfi nyakába ugrott, kényes felesége is mosolygott, de ő kényszeredetten. Itt fogunk Bélám aludni? Ezt neked hoztam. Hallottam, milyen okos vagy. Béla egy karórát nyújtott át nekem mosolyogva. Mindenki úgy sejtette, arany. Később ki is derült, hogy az. A fejem alá rejtettem, a csuklómon még lötyögött. Úgy aludtam el, hogy a párna alá nyúltam, és szorítottam a tiktakkoló ajándékot. Köszönöm szépen. Na, mondtam, nem, milyen okos, illedelmes. Apámnak konyakot, anyunak bombont, Marinak ruhát, sok-sok ajándék. Éjjel felébredtem, már mindenki aludt. A vendégek anyuék ágyában, ők pedig az összetolt fotelekben gubbasztottak, üres üvegek mindenhol. Rémülten vettem észre, hogy a karórám nincs a párnám alatt. Átkutattam óvatosan, hogy senkit ne ébresszek fel, a teljes ágyat. Négyen aludtunk benne, ketten-ketten lábastól. Sehol. Az aranyóra eltűnt. Gyilkos szemekkel néztem a vendégekre. Igaza volt anyunak, aki ajándékot hoz, gonosz. Logikus magyarázatot nem találtam, miért ők lennének a tolvajok, de nyilvánvalónak gondoltam, hogy valamiképpen visszalopták, vagy hamis órát hoztak, ami eltűnik a párna és az álmok melegében. Vagy csak varázslat volt az egész. Az ajándék nem valóságos. Mit csinálsz már? Anyu ébredékeny volt. Pisélnem kell. Nagy késsel mentem ki az udvarra, és hosszas, fárasztó munkával felszúrtam vendégeink Mercedesének kerekét. A pottyantós mögött a fényes jóságával és csillaggazdagságával nem dicsekvő hold ragyogásában nézegettem a szeméttelepen talált pornóújságot. Már nem voltam csalódott, sem mérges. Általában csak egy köpésre vagyok az engem megillető tisztelettől, és ez az alcíme egyébként a selfiknek.